Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 15 napi rendet tárgyalt a Szociális Bizottság, döntöttek a nyári napközi helyszíneiről is. Új alközpont épül, az Aliszkabau hosszabb távra tervez Pakson is. Tombol a kullancs szezon, súlyos betegségeket hordozhatnak a vérszívók. Drogcsempészek a bíróság előtt, játékdobozokban hozták a kábítószereket Magyarországra. Tizenöt napirendi pontot tárgyalt Szekszárdváros Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága. Az ülés során elfogadták az Egészségügyi Gondnokság 2021-es beszámolóját, és döntöttek az általános iskolás gyerekek nyári napközis ellátásának helyszíneiről is. Megtartotta a rendes közgyűlés előtti utolsó ülését a Szekszárdi Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság. A találkozón 15 napi rendet tárgyaltak meg a képviselők. Döntöttünk az óvoda és iskolás gyermekek napközbeni ellátásának felügyeletéről, vagy illetve annak biztosításáról a nyári szünet alatt. Hiszen helyi önkormányzati feladata a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása, így a gyermekek napközbeni ellátása, melyre az általános iskolás korosztály számára nyáron is szükség van. Július 1-e és augusztus 20-a között a napközis ellátást az önkormányzat 7 héten keresztül biztosítja, összesen 39 összevont csoportban. Először a Babits Mihály általános iskolában, azt követően a DNS Valéria, a Garai János és végül a Baka István általános iskolában tartanak nyári napközit a gyerekeknek Szekszárdon. Ezen kívül az Egészségügyi Gondnokság beszámolóját is meghallgathatták, és el is fogadták azt a tagok. Gondnokságvezető asszony kifejtette aggodalmát az orvosok átlag életkorának rendkívül magas, tehát az orvosok magas átlag életkoráról, illetve az orvoshiányról, de ez országos probléma, és sajnos Szekszárdnak is ezzel szembesülnie kell. A megtárgyalt 15 napirendi pontból 11 a közgyűlés elé kerül a csütörtöki rendesülésen. Az ukrajnai háború miatti komoly gazdasági kihívások közepette a kormány legfontosabb feladata az eddigi eredmények megvédése, a növekedési pálya fenntartása, újabb beruházásokra van szükség, közölte kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt 2,5 évben a koronavírus járvánnyal és az ukrajnai háború kirobbanásával kétszer is óriási sok érte a világgazdaságot, amelynek ezek nyomán teljesen megváltozott a szerkezete. Ezért szerinte olyan beruházásokra van szükség, amelyek a hozzáadott érték, a technológiai színvonal és a képzett munkaerő felvételének tekintetében megfelelő szintet tudnak hozni. A miniszter aláhúzta, hogy hazánkban továbbra is a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, 6000 cég összesen 300 000 embernek ad munkát. Magyarországnak emellett Németország a legnagyobb kereskedelmi partnere. A forgalom tavaly rekordot döntött, értéke 60 milliárd euró közelében volt, amelyből a magyar export 32 milliárd eurót tett ki. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag keresete 511.400 forint, a kedvezmények figyelembe vételével számolt nettó átlag kereset 352.200 forint volt. A bruttó 17,5%-kal, a nettó átlag kereset pedig 18,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, ismertette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. A kereset emelkedéséhez elsősorban a már részben előre ütemezett béremelések, a magas, nem rendszeres keresetek, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése járultak hozzá. Új alközpontot épít a Paksi Ipari Park területén az Aliszkabau építőipari ZRT. A vállalat reményei szerint továbbra is részesei lesznek azoknak a beruházásoknak, melyek a következő évtizedben a térségben valósulhatnak meg. A központ kialakításával régi vágya teljesül a cégvezetésnek. Így néz ki most, és a tervek szerint ilyen lesz, ha elkészül az Aliszkabau új Paksi központja. A beruházás sajtótájékoztatóján Fülöp István vezérigazgató azt mondta, a cég évtizedek óta jelen van a város fejlesztésében, és elérkezett az idő, hogy épüljön egy alközpont is. Itt majd létrejön egy olyan kis központ, ami
tulajdonképpen az egész város, illetve az egész térség építőiparára egy kis hatással lesz. Most sikerült egy ginopos pályázat révén ehhez állami forráshoz is jutni, és ennek részeként kezdtük ezt az ingatlant felépíteni, ami durván egy 1000 négyzetméteres csarnok lesz. Melyben helyet kap majd egy szerelőüzem és egy olyan irodai blokk és tárgyaló, mely alkalmas lehet a jövőbeni beruházások irányításához is. A tervezett 300 milliós költségvetést már rég túlhaladták az időközben tetemesen megdrágult építési árak, mondta Fülöp István. A mostani számítások szerint 400 millió forint körüli költséggel épül majd meg az alközpont. A cég vezetése azt reméli, számos beruházásnak lehetnek a térségben a jövőben is részesei. A Paks környéki települések közmű ellátását van hivatott megvalósítani, immáron a Paks 2-höz kapcsolódóan. Aztán nyilván maga az erőmű esetleges későbbi építése során mi ebbe szeretnénk akár 10-20 éven keresztül is részt venni. A most épülő központ átadási ünnepségét október végén, november elején tervezi az építőipari cég. Hétfőn befejeződtek a május-júniusi érettségi vizsga időszak írásbeli vizsgái, közölte az oktatási hivatal kedden. A közlemény szerint 16 vizsganapon 1162 helyszínen mintegy 114.700 érettségiző tett számot tudásáról. Az írásbeli feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. Kedd reggeltől már valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen, közölték. Hozzátették, az érettségi június 1-e és 9-e között, az emelt szintű majd június 13-a és 24-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Már javában zajlik a kullancs szezon, ezért fokozott elővigyázatosságra figyelmeztetnek a szakemberek. A bőrgyógyász azt mondja, még mindig sokan vannak, akik nem tudják, mit kell tenni, ha vérszívót találnak magukban. Tavasztól őszig a legjellemzőbb a kullancsok jelenléte, tehát már javában zajlik a vérszívók szezonja. Dr. Ligeti Judit bőrgyógyász azt mondja, a legfontosabb, hogy amint észrevesszük, azonnal el kell távolítani, mégpedig olyan módon, hogy a potrohot ne nyomjuk meg. Erre alkalmas a kullancskanál, de elegendő akár egy cérna is. Szépen körömmel vagy kullancsipesz, mondják, nálam se szokott kullancsipesz lenni, gyönyörűen ki lehet anélkül is szedni. Én mindig azt ajánlom, hogy egy cérnaszálat kötni a bőr meg a kullancs nyaka köré, szájszerve alá, és a szívóka az benne van a bőrbe, de van, hogy ki lehet emelni ebben, tehát cérnaszál, megködjük csomóra, fölemeljük. Tévhit, hogy a vérszívóval csak az erdőkben találkozhat az ember, ugyanis leggyakrabban a városi parkokban, vagy akár otthon a kertben is jelen vannak. Ha 3,5-4 órán belül eltávolítják a kullancsot, nem fertőz, mondja a szakember. Azonban miután kiszedték, az elkövetkezendő napokban figyelni kell a vérszívó helyét. Amennyiben az eltávolítást követő 2 hétben megjelenik egy több mint 5 cm-es bőrtünet, az már a Lyme-kor jele. Ha nincs kezelve, jönnek a szövődmények. A szövődmény az izületi gyulladástól kezdve, idegrendszeri tünetekig, szívizomgyulladás, átvezetési zavar a szívben, tehát ingerület átvezetési zavar, tehát rengeteg problémát okozhat, ezeket mind meg lehet előzni. A szakértők szerint az átlag hőmérséklet emelkedése miatt egyre több nem őshonos kullancsfaj is megjelenik Magyarországon. Ilyen például a hialóma kullancs, aminek csípése a krími kongói vérzéses láz vírusát hordozhatja. Édesség és játékok csomagolásában próbáltak drogot csempészni mohácsi férfiak, de Bonyhádnál elfogták őket. Nem sokkal később két társuk pedig elsodort egy rendőrt, és több autót összetört menekülés közben. A vádlottak között van, akire 7 év börtönbüntetést kért az ügyész. Játékdobozokba csomagolva próbálták a drogokat Hollandiából Magyarországra csempészni. Ez látszik a rendőrség fotóján. A nyomozók még 2020 nyarán fogtak el két férfit, egyikőjük egy futárszolgálatot vezetett, másikőjük pedig az ő alkalmazottja volt. A sofőr hívta az egyenruhásokat, miután észrevette, hogy az egyik küldeményben amfetamin, kokain és marihuána van. Nem sokkal később még két másik férfit fogtak el, ők voltak az előző eset értelmi szerzői. A rendőrök Bonyhádon ütöttek rajtuk, miután épp designer drogokat hoztak Magyarországra. Menekülni kezdtek viszont, és egy egyenruhást elsodortak, több járőrautót pedig összetörtek. A négy vádlott most állt bíróság elé.
Csak egyikőjük engedte, hogy felvegyük. Ő azt vallotta, hogy az első esethez, vagyis amikor a futárcég munkatársa találta a csomagok között drogokat, semmi köze. Annyit szeretnék elmondani, hogy nekem az első vádponthoz, ahhoz nekem semmi közöm nincsen. De a második vádpont, amivel vádolnak, azt ugye részben is ismertem az előkészítő tárgyaláson, ugye azt, hogy az országban hoztuk a kábítószert. A férfi a bírónak innentől kezdve egyetlen kérdésére sem akart válaszolni, így meghallgatni sem sikerült. Ettől függetlenül viszont hosszú évekre börtönre ítélhetik. És akkor kérdésekre nem hajlandó válaszolni, akkor foglaljon helyet. Az első és a másodrendű vádlottra 7 és 6 év letöltendő börtönbüntetést kért az ügyész. Az eset miatt valószínűleg még több tárgyalásra is sor kerül majd. A klímaváltozás miatt korábbra tolódnak Magyarországon az utolsó tavaszi fagyok, ami komoly veszélyt jelent a mezőgazdaságra, derül ki egy új kutatásból. Míg a 20. században még nem éreztette a hatását a klímaváltozás, napjainkra 70%-os valószínűséggel állíthatjuk, hogy az emberi tevékenység miatt tolódott egy héttel korábbra az utolsó országos tavaszi fagy időpontja az előző évszázadhoz képest. Állapítja meg közös cikkében Szabó Péter éghajlatkutató és Pongrácz Rita meteorológus. A kutatás szerint az elmúlt 20 évben országos átlagban április 8-ára esett az utolsó tavaszi fagy, amennyiben pedig az 1970-80-as éveket nézték, akkor ez még április közepén volt. A vegetációs időszak kezdete sokkal gyorsabban tolódik korábbra, mint ahogyan azt az utolsó tavaszi fagyok követni tudják. Így ez a növények fejlődésében a jelenleginél nagyobb visszaeséshez és esetenként még súlyosabb mezőgazdasági károkhoz vezet majd. A tavalyi árához képest 30-40%-kal drágulhat idén a magyar dinnye. Kilónkénti ára várhatóan a főszezonban sem csökken, 170-180 forint alá, közölte kedden az Agroinform. A mezőgazdasági portál összefoglalója elsősorban a magasabb termelési költségekkel, illetve a termőterület csökkenésével magyarázza a drágulást. Tavaly belföldön 3500 hektáron termesztettek görögdinnyét, idén viszont a munkaerőhiány és az értékesítési bizonytalanságok miatt alig 3000 hektáron. A termelés, a szállítás, illetve a munkaerő költségeinek emelkedése szintén áremelkedést okoz. A kilátásokat rontja, hogy számos dinnye termelő átért a szántóföldi gazdálkodásra, mivel a gabona nagyon felértékelődött az orosz-ukrán háború kitörése óta. Felvásárlási ára magas, a kereslet biztos, értékesítését ezért a dinnyével ellentétben nem fenyegeti az importdömping, ráadásul az időjárás se annyira. Akik mégis a dinnyénél maradtak, azok a közlemény szerint ma már egyre inkább ellenálló, gyorsabban érő hibrideket ültetnek. Több mint 6200 pályamunka közül nyerte meg a Tehetsz Még Többet program által meghirdetett rajzpályázat fődíját a bátaszéki óvoda. A jutalom 100 kg méz volt. A program célja, hogy a legkisebbek is megtanulják, milyen nélkülözhetetlen a méhek szerepe az életben. Több mint 100 kg méz érkezett a bátaszéki mikrotérségi óvodába kedreggel. Ez volt a fődíja a Tehetsz Még Többet program által meghirdetett rajzpályázatnak. A projekt 2 évvel ezelőtt indult annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az ágazat hanyatlására és a méhek szerepének fontosságára. Több mint 6300 pályázatot kaptunk ez idő alatt, ami azt kell, hogy mondjam, minden várakozásunkat felülmúlta. 6 országból, 707 óvodából érkeztek pályaművek, ami azt jelenti, hogy minden 7. óvodából kaptunk rajzot, és nem csak egyet, hanem többet is, úgyhogy tényleg le a kalappal az újsok előtt, meg a felkészítőik előtt, mert nagyon komolyan vették ezt a feladatot. Ebből a 6200 pályaműből a bátaszéki óvodába járó Schulz Helena és Galla Bende együtt készítették el a Barátaink a méhek című képet, amivel megnyerték az intézményüknek a 102 kg mézet. Helena elárulta, mit szeretett a rajzukban a legjobban. A méhecskéket. Simon Csabáni, az intézmény vezetője elmondta, sok pályázatra benevezik a gyerekek alkotásait, de nem gondolták volna, hogy ekkora sikert hoz majd valamelyik. 39 gyermek készített munkát, majdnem valamennyi csoportból készítettek a gyerekek, és nagyon nagy büszkesége számunkra és öröm, hogy 2 kisgyerek munkáját emelték ki ebből a rengeteg munkából, ami beérkezett a pályázat kiírójához. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy már a legkisebbek is megtanulják, milyen nélkülözhetetlen a méhek szerepe abban, hogy egy fenntartható világképet alakítsunk ki.
Albert Einstein már 1924-ben azt mondta, ha a méhek valaha eltűnnek a földről, az emberiségnek csak 4 éve lenne hátra. Regionális híreink következnek. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, buszokkal érkezik a településekre a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Pálinka verseny Kárászon, díjazták a legjobb italokat a településen. Rekordszezont remélnek, felkészültek a nyárra a Balatonnál. Idén is helybe viszi a szűrővizsgálatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szakemberek 53 településre jutnak el az országban, de további 54 helyszínen, külön program keretében is lehetőség lesz a szűrésekre. A Somogy megyei Csökőben tartott programindító sajtótájékoztatón elhangzott, évente 30 ezer ember hal meg valamilyen daganatos betegségben hazánkban. Időben kiszűrve azonban megelőzhetőek a tragédiák. Kicsit arra forduljon most az ablak fele. Több szűrőbuszban is vizsgálták a helyieket a Csökői iskola udvarán. Ide érkezett ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőprogramja. Igazából az összes vizsgálat érdekel, hogy megtudjam az eredményeimet, hogy jók-e vagy nem. Vagy hova kell a továbbiakban folyamodnom, hogy maradhassak egészséges. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2018 óta viszi helybe a szűréseket, így eljutva olyan településekre is, ahonnét nehezebb elérni valamelyik egészségügyi intézményt. A mintegy 1000 lelkes Somogy megyei Csökölyben is nagy könnyebbség ez a helyieknek. Egyrészt azért, hogy nem kellett utaznunk, másrészt meg mondom azért, hogy gondoskodnak rólunk az egészségünkért. Csökölyben fiatalok és idősebbek is kihasználták a helybe érkezett szűrési lehetőségeket. Évente mintegy 30 ezer ember hal meg valamilyen daganatos betegségben hazánkban. Somogyban 2020-ban 1000 fő veszítette így életét. A korai felismeréssel azonban a tragédiák megelőzhetők, hívták fel a figyelmet a szakemberek a helyszínen. Főképpen a népegészségügyi szempontból nagyon fontos betegségekre, nagy terhet adó betegségekre koncentrálunk. Tehát alapvetően a szívérrendszeri megbetegedésekre és a daganatos megbetegedésekre, amikor ezeket a szűrővizsgálatokat biztosítjuk. További vizsgálatokkal is kiegészülnek a szűrések, hiszen egyes településeken például bőrgyógyász, fogorvos és szemész is várja a pacienseket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ helybe visszük a szűrővizsgálatokat elnevezésű programja 2018 és 2021 között összesen 371 településre jutott el. Hagyományos és különleges gyümölcsökből, terményekből készített italok versenyét tartották a Baranyai Kárászon. A 11. pálinka és párlat versenyre 300 minta érkezett. A legjobbakat a bírálat után a közönség is megkóstolhatta. Eredményhirdetés a Baranyai Kárászon, ahol a tömény italok készítőit várták a szervezők megmérettetésre. Mut József 13 éve foglalkozik pálinka főzéssel, párlatok készítésével. Egy igazi különlegességet hozott a versenyre hétvégén. Csipkebogyóból készült párlatával aranyérmet szerzett. Abban ültetvény belőle Baranya megyébe Somberek mellett, ahol kombánnyal szedik, tehát nem kell megküzdenünk azzal, hogy leszedjük magunk a csipkét a bokorról, és hazavittem, illetve a kereskedelmi főzdéhez vittem, ott kimagoztuk, pektinbontással szétfolyattuk, folyosítottuk a gyümölcsöt, beoltottuk élesztővel, irányított terjesztéssel, hűtve erjesztettem, és úgy néz ki, hogy tetszett a bírálóknak. A 14. pálinka és párlatversenyt tartották a Baranyai faluban szombaton. Kereskedelmi főzdék és magánszemélyek italai kerültek a bírálók elé. 300 tételt neveztek be az idei megmérettetésre, ebből 39 kereskedelmi főzdének volt a tétele, ez százalékosan nagyon jó aránynak számít. Idén is a Pálinka Nemzeti Tanács a fővédnökünk, kárászi verseny plusz kreditpontot ér azoknak a bírálóknak, akik itt nálunk bírálnak az országos verseny bírálói kiválasztásánál. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nemzeti tanács által elismert versenyt sikerült itt a 11 év alatt összegrundolnunk. Az értékelő bizottság elnöke, a Pálinka Nemzeti Tanács képviselője azt mondja, neki is tartogatott meglepetést a verseny. 15 éve végzek pálinka minősítést, és
Még nem voltam olyan helyen, ahol ennyi az alma kategóriának egy nagyon elhanyagolt gyümölcsét, a naspolyát nevezték, és ennyi naspolyát neveztek. Összesen 5 naspolyát neveztek a versenyre, ami egészen különleges volt számunkra is, minősítők számára, nyilván akik díjat nyertek ebbe a kategóriák közül számukra is. Az arany- és ezüstérmes mintákat ennél a standnál kóstolhatták meg a fesztivál látogatói. A hazai termesztett gyümölcsök mellett készültek nedők az erdők terméseiből is, mint például a fekete berkenye. De volt, akinél déli gyümölcs, narancs, banán, datója szilva szolgáltatta az alapanyagot. A 2019-es csúcsévet is megdöntheti az idei forgalom a turizmusban, ezt várják a szakemberek. A dél-balatoni szállodákban már egyre jobban fogynak a nyári helyek. Az infláció miatt, aki korábban foglalt, akár 10%-kal kedvezőbben tehette meg, mint az, aki csak most keres szállást. Személyigazolványokat és lakcímkártyákat kérnék szépen mindkettejüktől. Köszönöm. Minden nap érkeznek új vendégek ebbe a siófoki szállodába. A május szinte teltházzal üzemel, de már telik a június is. A hétvégéken már nincs is szabad szoba. Telik a július is, ekkora már közel 60%-os a foglaltság, mondta a szálloda ügyvezetője. Tóth Gergely kiemelte, főként belföldi vendégek érkeznek, és általában 4 éjszakára foglalnak szállást. Voltak, akik már hónapokkal ezelőtt bebiztosították vakációjukat, ők ezt olcsóbban tehették meg, mint azok, akik most keresnek szabad szobát. A koránkelők azok minimum 10%-kal alacsonyabb áron foglalhattak, mint akik jelenleg szeretnének foglalni. Én azzal számolok, hogy a nyári teltházhoz közeledve az utolsó szobákat még ennél magasabb áron is fogjuk tudni értékesíteni. A szép kártyának köszönhetően is nő a belföldi turizmus, mondta Tóth Gergely. Mi nagyon örülünk annak, hogy az idejében változatlan módon lehet a szép kártyát felhasználni a turisztikai szektorban. Ez talán mondhatom, hogy elsődleges fizetőeszköz a mi szállodánkban is, ahogy egyébként a pandémia óta a más érintésmentes fizetési módok gyakorlatilag messze meghaladják a készpénzes fizetést, ugye a mi szállodánkban is így van. Köszönöm szépen! A Balaton ma már számos szolgáltatást kínál a fürdőzési lehetőségeken kívül, legyen szó aktív pihenésről vagy gasztronómiáról. A sokszínű programok miatt is szívesen választják a magyar tengert a turisták, mondja ennek a Siófoki Állatparknak a munkatársa. Nem csak a nyári szezonban, hanem a nyári szezonon kívül is egyre többen látogatnak el ebbe a térségbe. Kijelenthetjük, hogy nem csak a Balaton miatt, mi próbálunk más jellegű kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani az ide látogatók számára. Ráadásul időjárástól függetlenül érdemes a Balatont választani, hiszen akár hűvösebb időben is találni kikapcsolódási lehetőséget a tó körül. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. 15 napi rendet tárgyalt a Szociális Bizottság, döntöttek a nyári napközi helyszíneiről is. Új alközpont épül, az Aliszkabau hosszabb távra tervez Pakson is. Tombol a kullancs szezon, súlyos betegségeket hordozhatnak a vérszívók. Drogcsempészek a bíróság előtt, játékdobozokban hozták a kábítószereket Magyarországra. Szerdán délelőtt többnyire kisüt a nap, illetve szakadozottan felhős lesz az ég. A délután folyamán változó erősségű felhősödések zavarják meg a napsütést, melyből elszórtan, de többfelé alakulnak ki záporok. Éjszaka kitisztul az ég, mérsékelt északnyugati a szél fog fújni. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!